Lehet gravírozott, szalmával díszített, vagy éppen agyagból készített. Talán nem is gondolnák sokan, hogy a hagyományos értelemben vett húsvéti tojás ma már milyen sokféle módon jelenik meg és készül el. A Sárospataki Művelődés házában egy olyan, több mint 100 tojásból álló kiállítás nyílt meg, amely ezt a sokszínűséget hivatott bemutatni. A kézműves kör kezdeményezésére indult el ez a tojásdíszítési akciónk, amit már januárban elkezdtünk. Első gondolatunk az volt, hogy az eredeti technikákat fogjuk alkalmazni, vagyis mind a népművészetbe kialakult hagyományokat fogjuk továbbvinni és tojásra vinni, de menet közben annyi érdekes ötletünk támadt, hogy ez rögtön megváltozott, de támaszkodtunk természetesen a hagyományokra, hiszen kerültek kiállításra berzselt tojások, karcolt tojások, libatojás, tyúktojás, sőt egy strusz tojásunk is akadt. Így például a kulturális intézmény falai között működő kézműves körök mutatták be egyéni elképzeléseiket. Volt, aki mézes kalácsból, volt, aki kerámiából készített hímes tojást. És bármilyen meglepő, még a tájegységek jellegzetességei is megmutatkoztak. Bátai tojásokat, mint gyűjteményt elhoztam, van kalotaszegi gyöngyös tojás, gömöri tojás, írott tojás, van patkolt tojás egy darab, és hát ez a karcolozott tojás, berzsel tojás, ez mind különböző tájegység, ugyanakkor mindenhol alkalmazott, talán a motivumaiba térnek el. A gyerekek jó néhány technikát kézzel foghatóan is megismerhettek. Így például a gravírozást, amivel akár lehellett finom csipke tojásokat is lehet készíteni. Nem gyerekkortól kezdve csinálok hímes tojást, hanem amikor az én lányom kisgyerek volt, akkor úgy gondoltam, hogy hát valamit kellene húsvétkor a tojásokkal csinálni. Hát azok a tojások egy kicsit kezdetlegesek voltak, mert igazából én nem tudtam, hogy kell a szép hímes tojást csinálni. De aztán utána vettem könyvet, meg valahogy az ember ezeket az információkat összeszedi, és akkor egyre szebbek lettek a tojások. A nem mindennapi kiállítás május közepéig megtekinthető a Művelődés házában.